Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok! Nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki figyelemmel követi a mai sajtótájékoztatónkat, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Jobbik Magyarországért Mozgalom miniszterelnökének, Jakab Péternek és Rigg Lajos képviselőnek, képviselőjelöltnek a sajtótájékoztatóját. Nagyon fontos témáról lesz szó ma is. Akármerre jártunk eddig az országban, Békés Csabától kezdve Orosházán át, Dunaújvároson keresztül, Fonyódon, Balatonlellén, Balatonbogláron át egészen Tapolcáig, mindenhol találkoztunk olyan emberekkel, főként idősebb emberekkel, szülőkkel vagy nagyszülőkkel, akik szinte sírva panaszolták nekünk, hogy nagyon szeretett volna velünk lenni a fórumon, a standoláson a gyermekük, vagy éppen az unokájuk, de nem teheti meg, nem azért, mert nem engedik, hanem azért, mert nagyon messze él, külföldön él messze, és mi gondolnak, miért teszi ezt? Azért, mert kint sokkal jobban megélhetése. Bérekről, bérkompenzációkról lesz szó a következő percekben. Megpróbáljuk majd orvosolni ezt is 2022-ben, hogyha jön az igazi váltás, az igazi változások. Ennek ikonikus alakja Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök jelöltje. Ő következik most. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai sajtótájékoztatón. Hát ma reggel hallgattam Orbán Viktor szokásos Kossuth reggeli, vagy Kossuth rádióbeli reggeli interjúját, és fura volt, mert miniszterelnök úr meglepődött azon, hogy csikorognak a gazdaság fogaskerekei, és nem úgy indul az gazdaság, ahogy azt ő elképzelte. Nyilván azért lepődik ezen meg, mert nem tesz más, mint a budai várban elolvassa a termelési jelentéseket. Nyilván elolvasta Matolcsinak a jelentését is, ugye a Magyar Nemzeti Bank jelentését, mely szerint ma egy átlag magyar háztartásnak 16 millió forint megtakarítása van. Ha ez igaz lenne, akkor nem lenne probléma a gazdaság újraindítása, mert akkor a magyar lakosságnak, a vidék lakosságának is lenne miből költekeznie, és akkor lenne kinek termelni, lenne kinek újraindítani, és lenne miből újraindítani a gazdaságot. Na de hát jobban tenné miniszterelnök úr, hogyha nem a termelési jelentéseket olvasgatna ott a kordonok mögött, meg a budai várban, hanem kimerészkedne a nép közé, és a saját szemével tapasztalna azt, hogy hogyan él a magyar ember legfőképp vidéken. Mi ezt tesszük, a mai nap is ezt tettük. Megyeszerte járjuk a településeket és beszélgetünk az emberekkel, akik elmondják a valóságot, elmondják azt, hogy legfőképp megélhetési problémákkal küzdenek, rendkívül alacsonynak tartják a bérszínvonalat, és igazságtalannak az, hogy akár csak a fővárosi béreket veszük alapul, körülbelül egy Veszprém megyei 100 000 forinttal kap kevesebbet ugyanazért a munkáért, még a KSH szerint is, mint a fővárosi kollégája. Tudjuk nagyon jól, hogy az alacsony bér az mit eredményez. Az elszegényedést, előregedést, elvándorlást, elnéptelenedő vidéket eredményez. A 24. órában vagyunk ahhoz, hogy ezt megállítsuk, éppen ezért a Jobbik miniszterelnök jelöltjeként a legfőbb vállalásom az nem lehet más, mint a vidék Magyarországának a felemelése, az anyagi stabilitás, az anyagi jólét megteremtése. Ennek a nulladik lépése az pedig nem lehet más, mint maga a kormányváltás. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy Orbán Viktor gazdaság filozófiája az miből áll. Többször elmondta már miniszterelnök úr, hogy szerinte az Magyarország számára a versenyelőny, hogy a munkavállalók, a melósok kevés bérért dolgoznak. Az olcsóság a mi versenyelőnyünk. Én pedig azt mondom, hogy Isten óvja Magyarországot attól, hogy a magyar munkavállaló olcsóságban elkezdjen versenyezni a vietnámi, vagy a tájföldi, vagy éppen az albán munkavállalóval, mert mindig lesz nálunk olcsóbb. Ez a gazdaságpolitika, ez a gazdaság filozófia a szegénységet és így módon az elvándorlást, az elnéptelenedést konzerválja. Mi egészen más utat kínálunk Magyarország számára, mi azt gondoljuk, hogy nem olcsóságban kell versenyképessé válnunk, hanem minőségben. A minőségi munkát a nyugati világban illik megfizetni. Ha Magyarország a nyugat része, és nem Kínához, meg Oroszországhoz akarunk közeledni, akkor talán Magyarországon is illik megfizetni a minőségi munkát. Ahhoz, hogy meg is tudjuk fizetni a minőségi munkát, ahhoz mindenek előtt első lépésként zéró toleranciát kell hirdetni a korrupcióval szemben. Azt már most kijelenthetem és megígérhetem, hiszen az összellenzék ebben egységes álláspontot képvisel, hogy a kormányváltás követő és a kormányalakítás követő első napon kezdeményezni fogjuk Magyarország csatlakoztatását az uniós ügyészséghez. Nem kerül pénzbe, ellenben sok pénzt nyerhetünk azáltal, hogyha elindul végre Magyarországon az elszámoltatást. Eltökéltek vagyunk abban is, hogy fel kell állítani egy korrupció ellenes ügyészséget, hogy a hazai korrupciós csatornákat az uniós pénzektől függetlenül is fel lehessen tárni és el lehessen számoltatni azokat, akik bűnöket követtek el. Véget kell vetni a visszaosztások korszakának, a lopott pénzt pedig vissza kell adni azoknak, akik ezért a pénzért megdolgoztak. Mindemellett fontosnak tartjuk azt is, hogy az új nemzeti egységkormány újra tárgyalja a multinacionális vállalatokkal kötött stratégiai szerződéseket oly módon, hogy ezek a szerződések ne csak a multiknak
nyújtandó adókedvezmények és támogatások mértékét rögzítsék, de azt is, hogy az adott cég a megannyi támogatásért cserébe mégis hogyan kívánja, milyen ütemben kívánja felzárkóztatni a béreket. Hiszen az elmúlt években az úgymond multiellenes magyar kormány a multinacionális vállalatoknak minden egyes újonnan létrehozott munkahely után adott 15 millió forint vissza nem térítendő támogatást. Én azt gondolom, hogy minimum elvárható ezért a pénzért cserébe, hogy induljon meg a bérek felzárkóztatása, vagy ha ez nem történik meg, akkor el kell gondolkodni azon, hogy egy magyar kis- és középvállalkozó mi mindent tudna tenni 15 millió forint vissza nem térítendő támogatással per munkahely. Tudna béreket emelni, tudna modernizálni, tudna bővíteni. És nem utolsó sorban, ahhoz, hogy egy kis- és középvállalkozó tudjon béreket emelni, mindenekelőtt tehermentesíteni kell őket az adó és járulék teher alól, méghozzá úgy, hogy a járulék csökkentés mértékét, ez a mi elképzelésünk, a Jobbik elképzelése, a járulék csökkentés mértékének a kétharmadát béremelésre kell, hogy fordítsa, a kis- és középvállalkozó egyharmadát pedig tartsa meg magának, hogy tudjon élni, fejleszteni és modernizálni. Összességében tehát az elmúlt 10 évben az Orbán kormány szegénységet és félelmet adott a magyaroknak, legfőképp vidéken, minél kisebb a település, annál inkább érezhető a szegénység és a félelem. Mi ezzel szemben szabadságot és jólétet szeretnénk kínálni a magyar embereknek. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni és le tudjuk váltani a kormányt, meghallottuk a választók szavát, és egymással összefogva egy az egy ellen fogunk megmérkőzni a Fidesszel. Az, hogy ki legyen az az egy, aki megmérkőzik a kormánypárti jelölttel, azt maguknak a választóknak kell eldönteni. Ezért lesz Magyarország történetében először országos előválasztás, hogy itt ebben a választókörzetben is el tudják dönteni az emberek, hogy ki az alkalmas jelölt a Fidesz legyőzésére, és ki a méltó jelölt a választók képviseletére. Én azt gondolom, hogy sok kérdés nincs ebben a választókörzetben, hogy ki az alkalmas és megfelelő jelölt. Itt a jelölt neve alatti logók száma is talán mutatja, hogy világlátástól és ideológiai kérdésektől függetlenül is azt gondolják az emberek, hogy Rig Lajos az a jelölt, aki elhozhatja ennek a térségnek a fejlődést és a változást, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy vegyen részt az előválasztáson, legyen ez valóban a demokrácia ünnepe, és támogassák, hát ne csak Jakab Pétert, mint miniszterelnök jelölt, de Rig Lajost, mint képviselő jelölt, mert egyedül nem megy, a győzelemhez nem csak miniszterelnök jelöltre van szükség, de kell egy jó csapat is. Köszönöm szépen a figyelmet! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a sajtó megjelent munkatársait, és engedjék meg, hogy első körben elnök úrnak megköszönjem azt, hogy ezt a mai napot, aminek még nincsen vége, itt töltötte velünk Veszprém 3-as választókerületébe. Bejártuk a választókerület több városát, több helyszínét, beszélgettünk nagyon sok emberrel. Ez nagyon sok ember elmondta azt a nagyon sok problémát, amelyet azt gondolom, hogy 22-ben a következő kormánynak kell megoldania. Sokan kérdezték tőlem, hogy mit fogok 22-be képviselni, hogy szeretném a népképviseletet biztosítani az országgyűlésben. Erre nagyon egyszerű a válasz, ugyanazt az értékrendet és ugyanazokat a pontokat szeretném képviselni, amelyet 2015-ben a bekerülésemkor képviseltem. Többek között a szociális ellátórendszer javítását, az egészségügyi ellátórendszer javítását, és a helyben élő embereknek a problémáit szeretném tolmácsolni a következő kormánynak. És hogyha lehet hinni az emberek szavának, már pedig miért ne lehetne, akkor az emberek most egy kormányváltást kívánnak, és kormányváltást kérnek. A pártok meghallották az emberek kérését, amelyet már 2018-ban tolmácsoltak felénk, csak a pártok nem hallották most ezt, akkor meg. Most ezt meghallva egységesen egy az egy ellen állunk ki a Fidesz jelöltjével szemben. Mind a 106 választókerületben, ahogy itt Veszprém megye 3-as számú választókerületében is, az a lényeg, hogy egy ellenzéki képviselő álljon a Fidesz jelöltjével szemben. Szeretnénk megszüntetni azt az urambátyám rendszert, akár a pályázati pénzek elosztásánál, akár a közbeszerzések terén, amely az elmúlt 10 évben rendszeressé vált, akár országosan, vagy itt Veszprém megyében. Én arra szeretném kérni az ellenzéki választókat, hogy éljenek-e azon demokratikus jogukkal, hogy a szeptemberben megtörténő előválasztáson adják le voksaikat, bízzák meg azt az embert, azt a jelöltet, akik őt alkalmasnak találnak, hogy 22-ben ő hívja ki a Fidesz jelöltjét. Köszönöm, hogy meghallgattak, további szép napot, nézzenek szét ebbe a szép városba, a szülővárosomba, Tapolcán.